Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok, sziasztok! Brabás Monika pszichológus vagyok, és ebben a videóban arról fogok nektek beszélni, hogy mitől is működik jól egy párkapcsolat, és mik azok a tényezők, amik előrejelzik azt, hogy ez a párkapcsolat hosszú távon fennmarad. Biztos hallottátok már John Gottman nevét, egy pszichológus, és pontosan ezt vizsgálta, amit itt a videó elején mondtam nektek, azt nézte, hogy mik az előrejelző mutatói annak, amitől egy párkapcsolat sikeres lesz, tehát hosszú távon fennmarad. John Gottman vizsgálta a pároknak a megjegyzéseit arra vonatkozóan, hogy a kapcsolatokról nyilatkoznak. Kétféle módon nézte ezt, illetve két irányban vizsgálta ezeket a megjegyzéseket. Megnézte, mik azok a pozitív megjegyzések, és mik azok a negatív megjegyzések, amik a kapcsolatra vonatkozóan hangoznak a párkapcsolat egy-egy tagjától. Pozitív megjegyzések alatt ugye azt értjük, amiben elfogadjuk egymást, együttműködünk, támogatjuk egymást, míg a negatív megjegyzésekben bíráljuk egymást, ítélkezünk egymás felett. Tehát látjuk, hogy mi a különbség a két megjegyzés között. És nézte azt is, hogy ezek a megjegyzések milyen gyakran hangoznak el a pár tagjai között. Képzeljétek el, hogy arra az eredményre jutott, hogy akkor sikeres egy párkapcsolat, tehát marad fent hosszú távon, hogyha 5 pozitív megjegyzésre egy negatív megjegyzés jut. Tehát 5-ször többször teszek bele jót a kapcsolatba, pozitívan minősítem a kapcsolatunkat, mire egyetlen egy bírálat jut. Tehát, hogy nagyon nagy az aránynak a különbsége, tehát 5-ször több a támogató, az együttműködő minősítésem a kapcsolatra, mire egyetlen egy kritika, bírálat, vagy akár ítélet jut. John Gottman megnézte azt is, hogy a pozitív és negatív megjegyzések valójában hogyan is működnek egy ilyen kommunikációs helyzetben, és mitől erősebb a negatívnak a hatása, hiszen egy negatív megjegyzésre 5 pozitív megjegyzés kell, hogy mondjuk, hogy az egy jó működő kapcsolat legyen. És azt nézte, de szerintem így meg is tapasztaljátok a saját magatokon, azt nézte, hogy addig, amíg pozitív megjegyzést kapunk, például megdicsérnek, hogy milyen szép a sminked, milyen szép a ruhád, de finomat főztél, addigra, vagy ezekre mi is pozitívan válaszolunk. Jaj, köszönöm szépen, neked is milyen jól áll a nadrág, milyen jól lett a hajad. Tehát egy pozitív megjegyzésre egy pozitív reakció jön, egy választ adunk. Még egy negatív megjegyzés, ha kapunk, nem tudom, hogy hát ez neked ez a szoknya nem áll jól, erre többnyire egy negatív válaszként választ eredményezünk mi is. Lehet, hogy azt mondom, hogy hát neked nem tetszik, nekem tetszik, de nekem sem tetszik a cipőd, mégsem mondom. Tehát rögtön belemegyünk egy ilyen negatív spirálba. Gyakorlatilag ez a boldog és sikeres párkapcsolat alapja, hogy 5-ször több pozitívot tegyünk bele, mire egy kritikát, és ti is tapasztaljátok saját magatokon, hogyha ti kaptok pozitív megjegyzést saját magatokra, a kapcsolatra vonatkozóan, arra ti is pozitívan reagáltok. Ha kaptok egy negatív megjegyzést, egy ítélkezést, egy bírálatot, arra többnyire mi is úgy reagálunk. Egy mondatban, mi is a boldog, sikeres párkapcsolatnak a kulcsa? Hát a támogatás, az, hogy egyetértek valamiben veled, hogy támogatjuk egymást, és elfogadjuk egymást. Jó? John Gottman erre tanított minket. Vigyétek magatokkal. Viszontlátásra. Sziasztok! Az online program a WECOP
7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 00-04-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.